Szeretettel köszöntelek benneteket itt szeptember 2-án a 2024-25-ös jubileumi tanévünknek az első tanítási napján. Újra gyerek zsivajtó hangos a Győrfi István Katolikus Általános Iskola. A hosszú nyári szünet után újra benépesültek az iskola folyosói és a tantermek. A tanévkezdés részleteiről az intézmény vezetőjét kérdeztük. Igazgatóasszony, hogyan indult az új tanév az intézményben? A Győrfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvodában akadálymentesen indul a tanév, hiszen rendelkezésre állnak a tárgyi és a személyi feltételek is a nyugodt tanév megkezdéséhez. Hogyan alakul a tanévrendje? A tanévrendje a kiadott miniszteri rendelet alapján alakul. Szeptember 1-én kezdtük az ünnepélyes tanévnyitó Venisanctéval, és a mai napon, szeptember 2-án a tanítási évnek az első tanítási napján elindult a tanítás, és június 20-án fogjuk majd befejezni. Az őszi programok mit lesznek az intézményben? Összeállítottuk már a munkatervünket, hiszen vártuk a gyerekeket és gondolkodtunk rajta. Nagyon sok programmal várjuk az ősszel a gyerekeket, hiszen katolikus iskola lévén nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a teremtésvédelemre, és többek között ma is teremtésvédelmi nap van, illetve a hónapnak a végén lesz a teremtésvédelmi hét, és mi erre is már nagyon sok programot fűztünk fel. Így például egy keresztutat a Kálvária dombhoz, aztán kisállat bemutatót, és még több olyan előadást, amely a gyerekeket közelebb hozza a teremtés védelméhez. Aztán természetesen lesznek, azzal kezdjük, hogy hulladékot gyűjtünk már pénteken, majd a kis fecskéket, az első osztályos tanulóinkat felavatjuk a hónap közepén, és október elején megemlékezünk a iskola névadójának, a halálának a 85. évfordulójáról, valamint ez az iskolaépület, amelyikben jelen pillanatban vagyunk, ez a székhely iskolaépületünk, a József Attila út 1, ez október 8-án lesz 40 éve, hogy átadták, tehát valószínűleg, hogy 40 évvel ezelőtt ezen a napon csengettek be először ebben az iskolában. Az idei tanév az a 10., tehát jubileumi tanév, és ez egy különleges tanév, hiszen 10 programmal szeretnénk erről megemlékezni, valamint egy kápolnát szeretnénk kialakítani, amelyhez a napokban hozzá is fogunk kezdeni. Valamint ebben az évben lesz a néptánc gálának ebben az évben lesz a néptánc gála 25. alkalommal megrendezve itt az iskolában. Milyen újdonságok, változások lesznek idén? A nyáron több felújítás történt az iskola épületeinkben, az óvodában nem, hiszen az egy új épület, a 3. nevelési évét kezdte meg az idén. A kisiskolában, a Kossuth tér 4 szám alatt kicseréltük a kazánokat, és természetesen ott is voltak tárgyi eszközöknek beszerzései. A József Attila út 1 szám alatt pedig új kazánház kerül kialakításra, hiszen a fűtési rendszerünket leválasztjuk a városi sportcsarnokról, és nem csak kazánház, hanem új kazán is kerül beépítésre. Valamint egy nagy ajándék a gyerekeknek a 40. évforduló alkalmából, hogy mind a 3 szinten kicseréltük a régi öltöző szekrényeket új, a modern kornak megfelelő szekrényekre. Itt a hátam mögött ezek látszódnak is. Minden tanulónak egy ilyen öltöző szekrénye van, amelybe egész nap tarthatja a felszereléseit. Hány tanár és diák kezdi meg a tanévet? Az idei tanévet 338 diákkal kezdtük meg 16 osztályban, és az ő ellátásukról, nevelésükről, oktatásukról 34 pedagógus gondoskodik. Hogyan tartják be a telefonokra vonatkozó szabályokat? Nagyon sokat gondolkodtunk rajta a nevelőtestülettel, és most hétfővel a következő szabály lép életbe az iskolánkban, amelyet a házirendünk rögzít. Reggel, amikor az első órára bemegy a pedagógus, akkor egy dobozba összegyűjti a telefonokat, amelyeket mindenki saját tartójába tesz bele, és fel is jegyezzük, hogy ki az, aki beadta a telefonját, illetve az is aláírja a dobozba beletett füzetbe, aki nem vette át, vagy nem adta le a telefonját. És akkor a pedagógusok az első óra végén behozzák a nevelői szobába, ott elzárjuk ezeket a telefonokat, és a tanítási napnak a végén az utolsó órát tartó pedagógus fogja bevinni a tanterembe, és akkor ott majd átveszik a gyerekek ugyancsak aláírásukkal, hogy ezt megkapták.
egy különleges esetet jelölt meg a nevelőtestület, a 3 diabéteszes gyermekünktől nem fogjuk elvenni a telefont, hiszen nekik ez létszükségletük, hiszen folyamatosan jelez otthon a szülőnek, és hogyha valami probléma van, akkor ott azonnal be kell avatkozni, nem csak a szülőnek, hanem az osztályban a pedagógusnak is. Az első osztályosoknak pláne különleges ez a nap, hiszen most kezdték el általános iskolás tanulmányaikat, izgatottan várták az iskolakezdést, megkérdeztünk egy pedagógust is arról, hogyan érik meg az iskolakezdést az elsősök. A mai nap az egy kicsikén mozgalmas volt, de mindenki időben beérkezett az iskolában, a szülők is nagyon izgatottak voltak, és a gyerekek is nagyon várták már. Könnyebb volt egyébként a beilleszkedésünk, mert a fecsketábor az egy kétnapos intervallum volt a gyerekeknek, ahol 8-tól 12 óráig megismerkedtünk velük, így a mai napon már teljesen úgy érkeztek, hogy izgatottak voltak már. Az első hét, igen, a beilleszkedési időszaka. Hát a mai napon az első 3 órában ismerkedünk a gyerekekkel, utána lesz nekik egy matematika órájuk és egy rajzórájuk, de ugyanúgy délután 4 óráig lesznek majd itten. A hetet úgy állítottuk még nekik össze, hogy azért több legyen benne a játszás még, hiszen még most érkeztek az óvodából, és hát bízunk benne, hogy hamarosan úgy fognak viselkedni már, mint az elsősök, az igazi elsősök.